Az antibiotikumoknak egyre ellenálló baktériumoktól kezdve a lepkehimlőn át a klasszikus kanyaróig számos fertőző betegség szóba kerül az infektológusok és mikrobiológusok 51. konferenciáján, amelynek Székesfehérvárad otthont 3 napon át. A baktériumok, vírusok és paraziták nagyon okosak, és kifejlesztik a rezisztencia mechanizmusokat az ellenük alkalmazott szerekkel szemben, úgyhogy ez egy állandó harc, hogy ezeket hogyan tudjuk legyőzni ezeket a fertőzéseket, és ezért is találkozunk, hogy az újabb és újabb diagnosztikai, terápiás és prevenciós eszközöket megtanuljuk alkalmazni. A fehérvári találkozó apropóját az adta, hogy a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház infektológiai osztálya hamarosan beköltözhet a kórház most elkészült új tömbjébe. Új épülettömb épül ennek minden eszköz parkjával egyetemben, és reméljük az volt, hogy esetleg ezt már beköltözött állapotban is meg lehet nézni, ez most nem sikerült. Az épület egyébként elkészült, és már az engedélyeztetés zajlik. Az az ebből egy dolog következik, hogy várjuk őket szeretettel vissza. A kórház főorvosak köszöntőjében hangsúlyozta, az infektológia mindig új kihívásokkal kerül szembe. Hozzátette, ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlődik az infektológia, a diagnosztikai lehetőségek bővülnek, illetve felgyorsulnak. Az infektológia az egyik, vagy egyetlen olyan szakma, ami mindig új kihívásokkal lesz szemben. Ugye új kórokozók vannak, vagy a régiek megváltoznak, és tehát sokszor előről kell kezdeni egy terápiát, onnan, hogy megismerjük egyáltalán az ellenfelet. Az idei rendezvény központi témáját a területen szerzett súlyos infekciók adják, azaz minden olyan fertőzés, amit a kórházi ellátáson kívül kaphatnak el az emberek. Ugyancsak szóba kerül a 3 napos konferencián az antibiotikum rezisztencia is.